Egy vadászat után, mikor tehát déli órákban álomra hajtotta fejét, Isten akaratából, ki a jövőt szellemlátás útján nyilvánítja ki, délidőben Szent István álomra szenderült, és tudatja híveivel úgy tetszett néki, mintha szemtől szembe tárgyalna a haza elébe álló ellenségeivel, s hogy megrémítse őket, ilyen szavakat szólna. Miért akarjátok hitvány seregetekkel letörni Szentegyház zárait? Miért jöttetek pusztítani a nagypásztor nyáját és aklát? Távozzatok, távozzatok, mert parancsolomtól elnyertem védelmezőm és vezérem, vagyis Mártont, aki nem fogja tűrni, hogy harapásotok az igazak legelőit marcangolja. Felébredésekor parancsot adott hadnagyának, aki megelőzte a váratlan rajtaütést.